Ezt a sorozatot azért készítettük, hogy olyan bizonyítékokat tárjunk önök elé, melyek szerint a Szent Biblia a valóságból táplálkozik. Rekonstruált jeleneteink bibliai történeteken alapulnak, habár néhány olyan bemutatott eseményt is láthatunk, melyek nem szerepelnek a Szentírásban. A szakértők vitatott részek kapcsán kifejtett véleményéhez a Good News Network nem csatlakozik. Biblia ősi titkai. Az emberiség első egységes írásban rögzített történetét fogjuk fellapozni. Azt a könyvet, amelyet Biblia néven ismerünk. Megvizsgáljuk a Biblia néhány vitatott, ellentmondásos történetét, és igyekszünk választ adni jó pár nehéz kérdésre. Vajon a Biblia csodás események sora, amelyek célja, hogy az ember megmeneküljön a bal sorstól, a pusztulástól? Vagy pusztán legendák és mítoszok gyűjteménye, amint ezt napjaink némely Biblia kritikusa állítja? A felvetődött kérdések megvitatásában mind a hitetleneket, mind a hitvédőket nemzetközileg elismert szaktekintélyek képviselték, és az eredmény sokszor meglepő, sőt, megdöbbentő. Szodoma és Gomorra. Legenda vagy valóság? A Holttenger déli partja. Az archeológusok ezt a területet nevezik az ősi Kánaánnak. Ábrahám jómódú pásztor volt, unokaöccse Lót pedig sikeres üzletember Szodoma városában. A Biblia szerint e vidék városaival hirtelen nagy erejű pusztítás végez majd. Csak Lót és családja menekül meg. Igaz lenne ez a történet? Ilyen hirtelen pusztult volna el Szodoma és Gomorra? Van-e erre a különös bibliai történetre bizonyíték? Miért foglalkoznak ennyit a Szodoma és Gomorra kérdéssel? Ez csak egy mítosz, egy tammese. Soha nem létezett ez a két város. Szodoma és Gomorra bizonyosan létezett. Szíriában, Ebla városában fennmaradt egy ékírásos tábla, mely említést tesz róluk. Szodomát és Gomorrát nem tüzes kénköves eső pusztította el. Ez ugyanazok elmeszüleménye, akik a pokol tüzével ijeszgették a hitetleneket. Szodomát és Gomorrát egy hatalmas tüzes vulkán kitörés pusztította el, ami megfelel a kénköves eső leírásának, mely a Bibliában szerepel. Támadások és ellentámadások, állítások és cáfolatok, viták, amelyekre soha nem születik megoldás. Vajon miért zajlik manapság is ennyi vita a Bibliában leírt történetek körül? Megtörtént-e valaha az a tragédia, amelyben a Biblia szerint Szodoma és Gomorra elpusztult? Vagy csak mese az egész, amit valaha egy papi írnok talált ki, vallási és erkölcsi intelemnek számba? Kezdjük talán azzal, hogy miként számol be erről a Biblia. Lássuk a történet legfontosabb szereplőit, Ábrahámot és unokaöccsét, Lótot. A történet Mózes első könyvének 18. fejezetében kezdődik. Ábrahám és unokaöccse Lót eljöttek Úr és Hárán városából Kánaánba. Itt egyre inkább gyarapodtak, nagy vagyonra tettek szert, míg végül felosztották a nyájat és szétváltak útjaik. Ábrahám az egész vidéken ismert volt arról, hogy milyen kedves az idegenekhez. Istennek tetsző életű, kegyes ember volt. Ábrahám nem tudta, hogy egyszer maga az Úr jelent meg előtte, két angyal a kíséretében. Béke veletek, testvéreim! Legyetek a vendégeim!
Pihenjetek meg, az árnyék sátramban enyhet ad, és ennetek is kell, mielőtt tovább mentek. Gyertek ide! Süssetek meg egy szép bóriút a parázson. Hozz tejszínt és vajat a kődobozból, és mézet, de a friss mézet, az egyiptomit. 3 nagy cipót tegyél oda sülni, kérlek. A mi kedves vendégeink nagy utat tettek meg, és bizonyára nagyon megéheztek. Isten tudta, hogy Ábrahám nagyon szereti unokaöccsét Lótot, ezért igen fontos üzenete volt számára. A zsidók hálaadási szokásai szerint a látogatók megáldották Ábrahám népét, mielőtt elindultak. De hova mennek ezek az urak ebben a nagy hőségben? Kíváncsiskodsz? Róluk a vendégeinkről, ennyi felesége. Eljött az idő, hogy az Úr felfedje magát Ábrahám előtt, és elárulja a jövetele okát. Az Alföld városai szentségtörést követtek el, mértéktelen gonoszságuk gyalázattá lett, és ezért el kellett töröltetniük a föld színéről. De Uram Istenem, az unokaöcsém és családja Szodomában él, az nem lehet, hogy a jók a gonoszokkal együtt pusztuljanak el. Isten azért közölte ezt a hírt Ábrahámmal, mivel szándékában állt megkímélni Ábrahám unokaöccsének és családjának életét, de a város többi lakója nem reménykedhetett. Nehezen hihető a Bibliának ez a része, mivel a vidéket gazdag termékenységnak ábrázolja az állattartáshoz bőséges legelőkkel. A valóságban ez nagyon kietlen vidék, nem az a hely, ahol 2 beduin pásztor egy generáció alatt nagy vagyonra tehetne szert. Naív dolog lenne azt feltételezni, hogy Palesztina klímája semmit sem változott az ókortól egészen napjainkig. Tudjuk, hogy Palesztinában régen nagy kiterjedésű dús erdők és mezőségek voltak, és egy ilyen vidék, különös tekintettel a Dél-Palesztinában, azaz Szodoma és Gomora környékén elterülő mezőségekre bizonyosan elegendő élelmet nyújtott. Például a háziállatok legkülönfélébb fajtáinak, sőt mi több, és erre számtalan bizonyíték van, a vadállat populáció is bőségesen táplálkozhatott az akkori Észak-Afrikában. És így Ábrahám, ahogyan a Biblia mondja, földünknek ezen bizonyos részén találhatott élelmet állatainak, és az is bizonyos, hogy ő nagyon is jól élt ezen a vidéken. Történetünk most folytatódik. Amint a 2 angyal közeledik Szodomához, közeledik a napnyugta, halványodik a fény. Míg Lót intézte ügyeit, az alatt a város nagyban ünnepelt egy pogány ünnepet. Uraim, úgy látom, idegenek vagytok itt. Van-e barát, aki szállást ad nektek éjszakára? Nem ismerjük a várost, uram. Az utcán majd megalszunk. Az nem lenne bölcs dolog, uram. Az idegeneket nem kedvelik Szodoma városában. Köszönjük a figyelmeztetést. Az én házamban biztonságban lennétek. Feleségem és lányaim majd ízletes vacsorát készítenek. Jöjjetek! Szívesen látlak, kérlek, töltsétek a házamban az éjszakát. Istennek tetszően cselekszel, veled tartunk. Jöjjetek! Hála Istennek, hogy vendégeink velünk vacsoráznak. És hogy senki nem sejti hol létüket. Hát, szükségem volt sóra. Csak a vendégeink miatt is. Így kölcsönkértem Ismettől, a szomszédunktól. Ő biztosan nem fecsek ki semmit. Ah!
megsugok egy titkot, Lottnak vendégei vannak, gyere! Jó! Figyeljetek! Cimborát, mindenki figyeljen rám! Idegenek szálltak meg Lott házában! Mindenki utánom! A mulatozók egyenesen Lotthoz mentek. A Biblia szerint a férfiak azt akarták, hogy Lot küldje ki vendégeit, hogy elszórakozhassanak velük. Ki akarja házunk nyugalmát zavarni ilyen későn? Hé, te odabent! Téged biztos egy teve szült! Amíg a mi városunkban laksz! Addig úgy is teszel, mint mi! Add ki az idegeneket, de rögtön! Csak azért, mert gazdag vagy, meg Ábrahám a bácsikád! Azt hiszed, csak úgy lenézhetsz minket! Lot mindenképpen meg akarta védelmezni vendégeit, de tudta, hogy semmit nem tehet, hogy elriassza az ordítozó csőcseléket. De hát, kik vagytok ti, urak? Istennek angyalai vagyunk. Azért küldött, hogy pusztítsuk el ezt a gonosz várost. És a többi szentségtörő várost is. Van-e olyan családtagod, aki nincs itt a házban? Lányaim leendő férjei. Amikor beköszönt a hajnal, szedd össze egész családodat, és minden holmidat. Siess, hogy hajnalra elhagyd a várost, mert kénköves esőben fog elpusztulni. Azok, akik nem szó szerint értelmezik a Bibliát, ezt a történetet egyszerű allegóriának tekintik, olyan mesének, amelynek pusztán a tanulsága lényeges. Érvelésük legsarkalatosabb pontja az, hogy nincs rá bizonyíték, hogy az öt város, melyet Isten elpusztított, valaha is létezett. Nos, a Biblia azt sugallja, hogy errefelé öt folyó volt, mely elegendő vízzel látta el az öt különböző várost. Még sincs semmi bizonyíték arra, hogy a vidéknek fontos mezőgazdasága lett volna. Az is bizonyos, hogy a történelem sem tesz említést arról, hogy ezen a területen, amelyről konkrétan itt szó van, létezett öt folyó vagy öt város. 1978-ban Giovanni Pettinato, a Római Egyetem professzora, publikált egy ékírásos táblát, az úgynevezett Ebla földrajzi atlaszt. Ez mintegy 5000 éves feljegyzés. Egy olyan lista, amelyen 290 ókori település név szerepel. A városok valaha Szíriában és Kánaánban voltak, a bibliai Kánaánban, ahol a patriárkák éltek. Ebből a 290 névből számtalan kapcsolatba hozható Mózes első könyvével és az Alföld városaival. A 211-es név a Szadán. Ez azonosítható, tökéletesen olvasható, és fonetikusan is megfelel a bibliai Szodomának. A listán 8 név után következik Akabú. Ez a mai Akabának felel meg, mely a Vörös-tenger északkeleti csücskének öble. Az Akaba név fontos utalás Szodoma földrajzi helyére, miszerint az a Jordánon túli terület volt. Ez azonos a bibliai Szodoma helyével. A legfontosabb ok arra, hogy Szodomát és Gomorát a Holtenger déli partjára helyezik az, hogy szorosan kapcsolódik Zoár városához. Nos, Zoár városa volt az, ahová Lót és lányai menekültek, miután Szodoma és Gomora elpusztult. Zoár helye a madabai mozaik térkép szerint, melyre néhány évvel ezelőtt bukkantak rá egy bizánci templomban, azaz a mai Jordániában, a Holtenger déli partjának térségében lehetett. Lót engedelmeskedett a bosszúálló angyalok parancsának, és a kelő nap első sugaraival útra kelt, elhagyta a várost, ahol még mindig zajlott a pogány mulatozás. Hol vannak hát lányaid vőlegényei? Nem hittek nekem. Hallják, hogy a zene is szól. Azt hiszik, hogy tréfálok vagy hazudok. Ez hát a végzetük. Siess, nincs sok idő. És ne nézz vissza. Igaz lenne hát, uraim. Isten azt rendelte, hogy pusztuljon a város. Igen, és az Alföld többi városa is. De Zoár nem. Zoár nem pusztulhat. Hová mehetnénk akkor? Hova legyünk?
Megkíméljük Zoárt a pusztulástól, míg el nem hagyod. De menj! Menj és ne feled, nem nézhettek vissza, mert akkor a halál vár rátok. Férj, uram! Azt hiszem, ez igen nagy ostobaság. Hogy te miket tudsz kitalálni? Miért kellett elhagyni a házunkat, és miért keltünk útra egyáltalán? Azért, mert a vendégeink valójában Isten angyalai voltak, akik ezen a napon elpusztítják a várost. Hát ezt meg honnan tudod? Mert megmondták, de Isten minket megkímél. Nem hiszem el, hogy azért vertél ki minket a házból, hogy itt ideregjünk, mert két idegen, akiről semmit sem tudunk, ne nyelvelj, asszony! Ne kísérsd a mi úrunkat! Ne féljetek, lányaim, ne féljetek, nem lesz semmi baj. Menjünk. Ne álljatok meg, menjetek. Csies! Menj tovább gyorsan! Már elkezdődött! Ugyan, mi kezdődött volna el? Mi ez az egész badarság? A saját szememmel akarom látni! Ne! A Holttengerről köztudott, hogy a legsósabb nagy kiterjedésű vízterület az egész földön. Képzeljük el, hogy Lót és családja a Holttenger déli partjának sekély vizén át próbál elmenekülni. Gázok, mérges gázok, hamu, amit a vulkánkitörés terített szét, a földrengés miatt mozgásban van a talaj. Amint átszelik a sekély vizeket, Lót felesége, talán mikor visszafordult, rosszul lett a mérges gázoktól, elájult és a tenger vizébe zuhant. Igen, rövid idő alatt testét belepi a só. Így aztán joggal mondhatjuk, hogy sóbálvánnyá vált. Lássátok tehát, hogy ezen a napon miként sújtott le az Úr keze azokra, akik gonosz cselekszenek. Emlékezete fennmarad mindörökre. Szodoma és Gomorra pusztulása, amint az Mózes első könyvének 19. fejezetében le van írva, sok vitát gerjesztett, amelynek lényege az a kérdés, tényleg megtörtént-e? A válasz után kutatva a szakértőket is megkérdeztük. A Holttenger vidéke nem sokat változott a hosszú évezredek alatt, sőt a prehisztórikus idők óta sem. Ez egy olyan terület, ahol különféle gázok vannak jelen, például a kén. Ezen kívül kátrány, azaz szurok tör fel a Holttenger mélyéről. Olyan vidék ez, ahol úgymond mindig készülődik valami katasztrófa. Szodoma és Gomorra bibliai története tüzes kénköves esőt említ.
majd azt, hogy a föld úgy hullámzik, mint a kemence füstje a levegőben. Egy tipikus vulkánkitörés jelenségei a következők. Olvadt tüzes kőzet, valamint további kísérő jelenségek, azaz a vulkánkitöréssel járó hamu, füst és gázok. Szodoma és Gomorra tipikusan ezt a látványt idézi, vagyis egy vulkánkitörést. Földrengések, vulkanikus tevékenység. Ez magyarázza mindazt, ami a Bibliában is le van írva. A bibliai leírásból tudjuk, hogy a föld úgy hullámzott, mint a kemence füstje a levegőben. Kénköves eső pusztította el az Alföld városait és minden lakosát. De van, aki kételkedik. Ezek a legendásan gonosz városok valóban így pusztultak el? Az archeológusok már legalább három területet feltártak a Holdtenger mentén. Ezeken a területeken történt valamilyen kataklizma, és mindenhol látható a hamuréteg a felszínen, amely azt mutatja, hogy itt tűz pusztított. Van itt még egy érdekes dolog, öt kiszáradt folyómeder körül helyezkednek el a feltárt romok. A víz valaha a jordániai településtől a Holdtenger völgyébe folyt. A medrek északi végében a Babedra és a Numeira ásatásoknál találtak néhány nagy temetőt. Több mint 50 ezer csontvázra bukkantak ezekben a temetőkben, amiből az következik, hogy valamikor ez sűrűn lakott terület volt. Babedra ősi városában, melyet néhány tudós azonosít a bibliai Szodomával, természetesen sokan laktak évszázadokon át, míg el nem pusztult a korai bronzkorszak végén. Ezek a tárlók itt a Jordániai Archeológiai Múzeumban olyan tárgyakat őriznek, melyek a korai lakott periódusból származnak. Különböző korsókat és fegyvereket láthatunk, melyeket akkoriban a halottakkal együtt temettek el. Itt a kezemben tartok egy kicsiny korsót a lakottság korai periódusából Babedrában. Egy piciny laposaljú korsót, mely a korszakra jellemző. Bizonyosan állíthatjuk, hogy Szodoma és Gomorra létezett, és pontosan olyan pusztulása volt, amint az a Bibliában megvan írva. Így lezárhatjuk ezt a fejezetet, amely a Szentírás egyik legnagyobb rejtélye. Szodoma és Gomorra története sokkal többről szól, mint két város pusztulásáról sok évezreddel ezelőtt. Arról szól, hogy a gonoszok elnyerik Istentől méltó büntetésüket, de kegyelemben részesül az, aki jámborul él. Vajon különbséget tudunk-e tenni manapság jó és rossz között? Lehet, hogy nem is törődünk azzal, mi a helyes, inkább vállaljuk a következményeket? Érdemes ezen elgondolkodni.